Sziasztok, Norcsa vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Ebben a videóban láthatjátok én, hogy készítem a fokhagymás citromos csirkét. Nem mondtam, hogy megmutatom itt a férjemnek készülő vasárnapi ebédet. Fokhagymás citromos csirkét fogok neki készíteni. A serpenyőbe öntöttem egy kis olívaolajat, nem sokat. És erre fogom majd rádobni a csirkét. Én ezt a receptet, ez szintén egy külföldi youtubernek a receptje, nem tudom a nevét sajnos, úgyhogy ezért belinkelni sem tudom nektek. Már elkészítettem csirkemellből, most csirkecombfiléből fogom ezt a férjemnek megcsinálni. Fogom a hagymát, és belereszelem az olívaolajba. Én kettő gereszthagymát használok. Ez igazából attól függ, hogy ki mennyire szereti. Szerintem simán vörös hagymát is lehet tenni vele, hogyha valaki úgy érzi. Hát lesz benne ilyen nagyobb darab, de nem baj. És közben kezet mosok, mert azt sem nagyon szeretem, hogyha fokhagymás a kezem. És akkor jön is a következő lépés. Feljebb veszem a lángot, és teszem is rá a csirkét. Ezt így vettem filézve egyébként, ezt a csirkecombot. Már jó illata van a fokhagymának. Ezt így ráteszem. Rárakjuk. És akkor én ilyenkor már meg szoktam sózni. Semmi más nem kerül bele egyébként, nincs só, bors, a fokhagyma és majd a citrom. Örülök rá borsot. És akkor annyi lesz, hogy ugye megpirítom ezt a csirkét, hogy kapjon egy kis színt mindkét oldalát, mert ugye meg fogom itt hamarosan fordítani, és utána teszek majd egy kis vizet, hogy párolódjon, és amikor elpárolgott, akkor majd fogok rátenni vajat, és akkor fogom majd a citromot is hozzátenni. Nagyon ízlett a férjemnek, én a szoftját kóstoltam meg, amikor készült neki ilyen. Szerintem finom volt. Tehát még ezt is beszóltam. Közben itt hangok vannak, mert megy a mosógép, akkor főzöm a vaspatirist az ebédhez. Ebben már készen van a kertáposzta főzelék nekem, megy a sütő, ugye ott a légkeverést, azt elég jól lehet hallani. Benn van nekem egy padlizsán, amiből majd padlizsánt ugye megkészítek magamnak, meg benn van az a töltött dagadó, meg oldalas a férjemnek, meg egy kis töltelék még nekem. Jó szépen. Ezt nem mindjárt lehet is fordítani, ez már kiró. Nagyobb még nem. Hát aztán közben itt ugye mosogatok folyamatosan, mert hát ez ilyen állandó dolog, meg én nem szeretem összevárni az edényeket, tehát a főzés végéig, hanem én azt szeretem, hogy folyamatosan el van mosogatva, mert közben ugye pakolom is el az edényeket. Fordítunk őket. Ezt még egy kicsit hagyom, de lehet, hogy így megterülem.
lesz. Elég vastag egyébként ez a hús, úgyhogy mindenféleképpen kell neki a tárolás. Nem akartam elvágni vékonyabb szeretekre. De pillanatok alatt a csirkecomb azért az már tud tárolódni. Itt van az ablakot teljesen. Meleg van. Jó, koszos megint az ablak, megint lehet nekiesni. Tisztítani, lecserélni a szúnyoghálót. Szokás szerint a tavaszi hadműveleteket lehet ma csinálni. Hova tudtam én a keverőn? Tegyve ezt a rizst. Kicsit megkeverem. Tudom, hogy valaki nem szokta megkeverni a rizst, én megszoktam. Semmi más nem tettem rá, mint sót. Na mindjárt megnézzük, hogy a másik húsika. Hát is lehet. Aztán a végén még úgy is lehet számmal filipa. Látjátok, én olyan túl sok zsiradékot nem ültetek alá. Nem szoktam. Most egy pillanat felett akarom, és akkor majd utána jön rá egy picike víz, tényleg nem kell sok víz. Tárolódik szépen. Csak figyelek rá, mert nem akarom, hogy a fokhagyma megüljön. Mert akkor ugye keserű lehet az íze. Van egy gyors elmenőtés. Igen. Megtettek jól. Ebben egyébként nincsen így bőr. Még egy picit ennek a nagynak adunk. Egy kis időt. Egyébként uborkasalátát fogok még készíteni. Az van vissza az ebédből, mert Bencének kell már a pizzatészta, tudjátok, nálunk ez a szokásos vasárnapi anyapizza, amit szokott készülni. És erre öntünk egy kis tizet, és hagyjuk, hadd párolódjam, és igazából egy puhára fogom majd párolni. És amikor az meg lesz, akkor ugye megint sütök rá egy kicsit, de akkor már teszek hozzá vajat is, meg akkor fogom hozzárni a citromot, és nagyon-nagyon finom lesz ettől. Elforrott a vizet, nagyon-nagyon rövid idő volt. Látjátok, itt már csak alatt ez a szaft van. És most egy kicsit még majd így ezt átpirítom. Körültag legyen. És akkor utána jöhet rá a citrom, vaj, és akkor rizssel, uborkassal el kell venni a vizet, finom kis ebéd lesz a férjemnek. Nagyon rövid idő alatt megpuhult egyébként a csirkecomb. Nem kell teljesen megsütni, tehát nem kell olyan keményednek lenni, hogy úgy mondjam, vagy sűrtebbnek. De azért mégis, tehát az elején is egy picit érdek kapott, majd most is. Mert hát a férjem jobban is szereti. Így, tehát azt közül hozzáteszem. Na, egész szép. És akkor most jön a citrom. Szépen fogom a citromot. És csak így simán az bele ebbe az olajba. Jöjjét veszem.
nagyon finom, nagyon-nagyon finom íze lesz majd a csirkének tőle. És most jön majd a vaj. Hát az is, hogy mennyi citromot tegyetek bele. Igazából ízű dolga, mennyire szereti. Én teszek bele egy ekkora darab vajat. Akkor lesz neki jó kis szatja. Olvad is szépen már itt a vaj. Bárhol legyen. Jaj, és valahogy meg kéne kóstolnom ennek a szatját. Ezzel vagyok, látjátok, bajba. Ez a kóstolással. Nem tesszük. Kóstolom, hogy milyen. Nem tudom, tudom a szakszert, olyan, mint máskor volt, de szerintem egy kicsit sóknak. Lehet, hogy egy kicsit a sót még dobok rá. Vagy legalábbis víga. Bele a kis vajas szarta, és akkor még megfordítom benne a húst. Egyszer. És abszolút nem égett le a micsoda fokhagyma, tehát látjátok, hogy nincs megégve. Ez mind ilyen finom kis pörzsanyag. És látjátok, hogy milyen színre közelebb viszem. Nézzétek csak. Nagyon szépen pirul. Tökéletes. Úgy, és amit teszünk még ezzel, az semmi más. Hoppá. Mint egy icipici lisztet szórok ide. Kicsit sűrűbb legyen a szakja. Egyébként ezt lehetne érkezési keményítővel is, csak nem készítettem ide. Így a liszt kapjon egy kis hőt. És akkor egy icipicike vizet fogok ráönteni. És összeforralom ennyi. Itt ezek a pörzsanyagok, ami van itt a serpenyő oldalán, az így most a víztől mind szépen feljön, és ez ugye mind adja majd ezt a jó kis ízt a csirkének. Úgyhogy ennyi az én kis citromos csirkém, nem nagy dolog, nem is nehéz megcsinálni. Itt látjátok már jobban a csirkét, és ez alatt elizárom most már a gázt, ez elkészült. Hát remélem, hogy megint ízleni fog majd a férjemnek.